A híd lábának ütközött, majd elsüllyedt egy műtrágyával megrakott uszája Dunán-Palánkánál. A Horvátországot és Szerbiát összekötő hídon leállították a forgalmat, egyelőre ugyanis vizsgálják a sérülés mértékét. A hajóközlekedést viszont nem akadályozza az elsüllyedt roncs, amelyen mintegy 1000 tonna nitrogén alapú műtrágya volt. Az, hogy az uszályt mikor emelik ki a vízből, egyelőre nem tudni. Egyes szakértői vélemények szerint az elsüllyedt műtrágya akár mérgező is lehet a halak számára, emellett pedig algaszaporodáshoz is vezethet. Január 15-től lehet igényelni az üdülési utalványokat a szerb államtól. A voucherek értéke 2024-ben a duplájára emelkedett, vagyis 10.000 dinár. A munkavállaló igénylők esetében változott a felső kereseti határ, idén a 80.000 dinár alatt kereső személyek kérelmezhetik. A vouchereket 2024. november 20-áig lehet felhasználni. A szálláshelyek már december 31-e óta jelentkezhetnek a programba. Az üdülési utalványt elfogadó vendéglátóipari egységek jegyzéke elérhetőséggel együtt a www.voucherisrbia.com oldalon szerepel majd. A dízel olcsóbb lett, míg a benzinára marad a régi az elkövetkező egy hétben, közölte az illetékes minisztérium. Jövő hét péntekig a gázolaj ára maximum 194 dinár lehet, míg a benzin 175. Az előző héten a dízel 195, míg a benzin ugyanennyibe került.